Ja, azt én is remélem Anakron. Hát a... Adamantiummal ellátott teknős! Meg kell sütni! Majd ezt követően megfagyasztani. Mire litet csinálni belőle? Hát ez lehet, hogy az nem jutott el odáig a támadás, ahova én azt gondoltam. Ott a pari. Zell. Nem igazán tudom ütni a páncéljától. Csak a fejét meg ne sántuljon. Lepörgött. Stagger. Na jó, süssük meg. Úristen, mennyi HP-ja van, hát a sárkányon több HP-t csinál, vagy damage-et csinálta, mint ezen. Minden gombot meg kell nyomni. Ott van ezer, ott van ezer. Jó, mindjárt meghal, mindjárt meghal. Lövöd, lövöd, mellé, hehe. Jó, hogy nagy lövés kell neki. Akkor kettő. Megegyítés. Meghód. Meg itt vannak ilyen galambok, nem tudom. Izéké. Az jó, jó támadás volt. Jaj, már még egy, nem áll! Jó. Letértünk a zösvényről, ami nem létezik. Arra kell menni. Nem kívánok még egy teknőst agyon csapni. Hagyni kell túlélőket is. Az mi? Sárkány gyík szerint. Uh-huh. Jó, megyünk tovább. Clive. Nagyon szépen kérlek, Clive. Kösz. A 2S osztályú vadász is szörny meg van még. Nem mindenkit levadásztunk már. Oh, hello! Kék takony. Az van odaírva. Lefagyasztjuk a taknyó. Stagger. Most Stagger, bocs, tévedtem. Gev, útban állsz, haverom. Nem szavar? Ja, jó. Szia, Gréti. Hello, hello. Ez nem jó felé, sétálgatok amúgy. Most hova tűnt a kék izé? Ja, itt vagy. Thank you.
Jaj, nem, még egy. Hát a jó ég áldja. Jó, na, a kék, a kettő kék takony meghalt. Nem akarok bárhét. Te ilyen felderítő típusú vagy. Nem mennél előre, hogy leszakad-e a híd? Úgy utálom az ilyen hidakat. How much breath? Don't look down, Torgle. Aha, ő is periszonyos. Ez magasan van. Gyorsan, mielőtt leszakad, gyorsan. Hát értem, oké, okay, most már mindegy. That must be Eastla. Elvileg ide jöttünk. Ez Eastla, az a neve. A falunak. Kop, kop, van itthon valaki? Nem úgy tűnik. Miért csináltam? Azt mondta, ne nézzek le. Ilyenkor mit kell csinálni? Lenézel. Megfigyellek minket. Lesből fognak. What do you think, Clive? Hát szerintem nincs itthon senki. Jönnek a kasikok. Az egész falu átváltozott. Mindenki átváltozott. Semmit nem tehetünk. I wouldn't say nothing. Harcolni kell ellenük. No quarter, Gav! No quarter! Bem! Sakalakalakalakalakalakalakalaka! Sakalakalakalakalakalakalakalaka! Hatalmas makások. You think all the villages in Ashur like this? A question for later, Gav! Valaki megdobott kővel. Kutyákok, kutyákok. Ouch. Valaki varázsol. Te vagy a garázsló. Aha. Lesz a megkopom. A kocsát. Igaz. Oh!
segít a Gav. Újabb ellenségek. Én sem, ne aggódj. Nem akarok itt meghalni, Clive? Akkor ne hajj meg. Hű, az anyja. Jött egy ilyen. Nagyobb jellegű. Meg kell fokoznunk. Összeesett. Rakni kell. Halt. Na mi van? Szia, Higgs! Az örök élet titka, ne hagyd meg soha! Higgs Coelho-t hallhatjuk. Üdvözöllek, mutatkozz be! A chat megteszem étláda, te itt, te 37-es szintű, a kis itt. Na jó. Szintlépés, vagy megvan a szintlépés? Pont nincs még. Közben Fox David, hello, hello, köszi szépen a követést, üdvít. Gav. Ó, értem, Hirks, kitartás. Gav! Don't tell me there's more of the bastards. Fuck. Fákat látnak odafönt, az... Szia, Odin? Vagy hogy hívnak? Csumedli? Have you come to watch, Odin? Bound for Stonehear. Good. My master awaits you in the capital. Though I cannot allow you to attend him in your present state. Vigyázz, felemelte a kardját. How are you going to stop us? Az a baj, hogy ő... With this? Hűha! Baba. Fekete lyukat éget a földre, vagy a levegőbe. Azt a rohadt életbe ez a játék, micsoda. Na megint. Ezzel egyetértek, Hirks. De hogy ez látványos, azzal viszont te érts egyet. Mert hogy Hirks azt írja, hogy Odin történetszála annyira idézője, vagy tehát így gyenge, méghozzá a Bahamut után így eléggé elloposodik. Ezzel tökre egyet értek, de hogy ez rohadt látványos, az tény. Bubit rakott ide. Épít védepajzs!
If the vessel would see the path opened, it has but to ask. I shall see that my master's prize is made presentable. Shit! No! Durvány nyomja az Evergreen. Clive? Would you mind telling me what the fuck just happened? Csapda. Megpróbálnánk kimenni, halál. Figyelj, kirepülni akarnak a madarak. Neki megy! Oh, you've got to be. How are we supposed to get through that? Hát és Joshua se fog tudni bejönni. We seek an audience with the king. If his majesty wants me to come and ask him, then that is exactly what I'll do. Uh-huh. Before you go practicing your petition, we don't even know where the fucker went. How about we cool our heads and think this through, eh? All right. Maybe there's something here we can use. Na most rendelhetnénk ide egy pizzát, csak nem tudják kihozni. Tehát, hogy már ilyen problémákba ütközünk. Na lássuk. Search the abandoned village. Obelisk. So did I. Magas poti. Itt egy ajtó. Úristen. Nyissuk ki. Nem kellett nagyon keresgélni azért, ezt tegyük hozzá. Egy túlélő. Easy. We're not turned, all right? Who? Martin, chat. Köszönjetek a lánynak. Megkérdezte, hogy kik vagyunk. Mindenki köszönjön. Ne legyünk bunkók. Most jöttünk ide a városába, vagy falujába. My thanks, kind travelers. De mondd, hogy világot mentünk, a te hangod mélyen. Világot menteni jöttünk. Edda, forgive me for asking, but what went on here? It all started when the skies changed. The elders said it was the Ark. One by one, people went mad. Az első nyelvanyú. Taken by the ether, till only I remained. By then, I was too far alone to run. And then the knights came. And I didn't know what to do. This Okay. Is just a story. Something our grandparents told us when we misbehaved. About how the heavens would grow dark before the land took her last breath. The end of the world. Hmm. You said the others went mad. But where did they go? They
They all left. Ezt csak hova mente? Thrawn east, to the tower. Keletre a toronyhoz. The elders, the healer, the blacksmith, my husband. You thinking he did this? Of course. Who else could it be? You were in Camber. You saw what he did to the people. But then what about her? How come her nut hasn't cracked? Igen, ez egy jó kérdés, hogy nem alakult át. The baby, perhaps? Could be protecting her from the ether. Oh. I can't think of any other explanation. Tehát lehet, hogy amiatt, hogy terhes, amiatt nem. It's a bearer. It won't matter what it is once Ultima's magic takes hold. Time's running out. This tower. That's where we'll find the king. Szóval ott fogjuk megtalálni a királyt. Annál a toronynál. Közben itt kérdésként felmerült, hogy mi a különbség a PS5 standard és digitális között. Az egyikben van lemezolvasó, a másikban nincs digitális, vagy csak digitálisan vásárolt játékokat tudsz telepíteni. És nem tudod eladni a játékodat, tehát hogyha mondjuk megveszed, most mondok egy példát, a Final Fantasy 16-ot lemezes változatban, azt egy nem tudod beletenni, kettő, a másiknál ugye azt tudsz csereberélni, hogy így mondjam. Which means at the end of these stairs. Szóval, ja, ez a kettő között a különbség. De csak ennyi, tehát hogy nem úgy van, mint az Xboxnál, hogy a kisebbik az gyengébb, még az X ugye az erősebb. Itt mind a kettő ugyanolyan erős, ugyanaz a hardware van benne, csak annyi a különbség tényleg, hogy az egyikben van DVD olvasó, a másikban meg nincs DVD, Blu-ray, ez Blu-ray olvasó. Lemezolvasó hívjuk így, de Blu-ray-t is le tudsz vele játszani. Tehát, hogyha olyan vagy, mint én, csak mindjárt befejezem, aztán folytatjuk a sztorit, hogy például nincs otthon már ilyen se DVD lejátszód, se semmi ilyesmi, de van egy polcnyi DVD-d, akkor végre valamivel le tudod játszani, mert hogy rendesen mind DVD lejátszó is tudod használni, és vagy Blu-ray lejátszó, tehát Blu-ray lemezeket is tudsz rajta nézni, filmeket, hogyha esetleg ilyen cél lenne, vagy ilyesmire. Nincs kimondott eszköz. No, vissza, térvén a játékba. Ugyan, semmiség. Joshua közbe kutakodik. Amúgy nevettek, de rohadt jó feeling, ezért újra egy kettő lemezt újra használni. Ez persze 200 kell tökre megérős DVD olvasót venni, de Blu-ray-t is lejátszik, és hogyha olyan vagy, hogy mit tudom én, vannak kedvenc filméid, amiket nagyon jó minőségbe szeretnél magadénak tudni, azért egy Blu-ray lemez sokkal-sokkal, tudom, hogy viccesz, de hogy egy Blu-ray lemez sokkal-sokkal jobb minőségű lesz, mint mondjuk egy Netflixen, vagy HBO-gon, vagy akármelyik streamingen elérhető, hiába négykás tartalom, szóval... Nekem is még azért vannak ilyen titkolt tervek, hogy egy-egy olyan filmet, amik nagy kedvencek, azokat Blu-ray-en azért be fogom szerezni. És van külön amúgy ilyen média irányító, távirányító a PS-hez kapható külön. Ultima and his vessel, Ifrit. Garuda, Ramu. Shiva, Titan, Bahamut, Odin. Ott van az összes. Even Leviathan the Lost is here. But where is the Phoenix? Ő nincs ott. Amikor ugye összemörzsöltek. By the founder. Oh boy, az gond.
most fog megjelenni a Ultima, mi? So that's what you want, isn't it, Ultima? Akkor érje el az igazi formáját, amikor vagy tehát amikor összemörzsölnek ketten a Phoenix meg a so that's how it's gonna be then. Clive-nak mi volt a neve? I'm not asking, Gav. I need you to stay with Edda. What? I must do this alone. If I don't return, you're to find Joshua and make for the Enterprise. Understood? Aye. Just don't you go dying on me. Sid's name suits your miserable mug better than mine. Don't worry. I haven't finished with it yet. Egyébként csak szeretném felhívni a figyelmet, hogy az Odin történetét egy Edda nevű nő mondta el. Ez jó. Na, jó. Azt mondja, hogy oda kellene eljutnunk. Tehát itt erre el kell csattognunk. Oké. It's a go. Merre is? If Barnabas is controlling the Akashic, then wherever he goes, they'll follow. And so will I. Kinyitjuk az ajtót. Amúgy de rohadt jól néz ki még mindig. Half-comb. Nem teljesen értem még most itt amúgy az előbb... Igen, hol van a comb másik fele? Szép. Szóval, hogy az előbb megtudott info alapján, ugye, hogy az kellene, gondolom, Ultima azt szeretné, hogy ugye Joshua és Clive úgymond fúzionáljanak, és ő akkor tudna bele az az állapot, ami neki kell. Ahhoz, hogy meg tudja megszállja őket. Hogy mindenkit tudjon irányítani. Azért mondják Clive-nak mindig, hogy még nem abban a formájában van. Közös szintet léptünk. Mirmur, hello. Amit szeretnének? Vagy csak most tippelgetek? Valahogy így értelmezem ma hallottakat. Szia kutyolip! Futi! Jaj! Azt eltesszük érdekesbe, semmi baj nem történt. Tarantula! Kutya, cica! Szilvi Attila! Ez megvan mindenkinek, nem? Az igen, a kutya megölt a pókot. Így. Ugyanakkor kistesónak nincs olyan képessége, hogy elszív elszívja másikon a kerejét. Igen. Annyira rohadt jól megcsinálták amúgy ezt a teljes világot itt, ahogy kinéz meg minden.
De a PS4, ahogy, ahogy nézem, lassan eltűnik. Hát már ideje, sajna bajna. Képzeljétek el, olvastam, bocsánat, hogy most megint más téma, de olvastam, hogy a hamarosan érkezik a Star Wars Jedi Survivor, Survive, vagy mi volt a címe, PS4-re. Meg Xbox One-ra is, azt hiszem, hogy nem... Tehát így ültem, hogy PS5-től szarul fut, akkor ez hogy? Mármint persze tök jó, hogy jön, csak hogy... Nem kéne előbb a PS5-öt? PS5-ön mondjuk jól fusson, a performance ne 720p-be menjen, meg ilyenek. Mida 20 FPS-sel élvezet lesz. Igen, én is így ültem, mondom. Végül is... Katie Penny. Valaki megköpött? Na, az egyik megvan. Ó, a jó Isten áldja meg, hogy ezeket leszedjük az égről. Profit szempontjából tökre megértem, persze. Adjuk ki oda is. Milyen állapotban? Hát tök minden. Jajjaj, egy plague. Le kell fagyasztani a plague-et. Ó, jaj, Stagger. Bér, hát hajj már meg. Farewell. Lassan már PS5-ből is kijön a pedáposabb változat, Last Pro. Lehetséges, igen. Azért azt, bár nagyon sokat nem update-eltek, de azért azt jegyezzük meg, hogy sunyiba azért. Jaj, várjál, van 6000 pont. Szóval egy sunyiba fejlesztett a Sony a PS5-ön. De nem ilyen szignifikánsos, nagyon szignifikánsos. Na várjatok. Van... Ugye megöltük itt a nagy sárkányt meg a többit. Van egy kis XP. Csak már most nem tudom, mire költsem. Mert érted, ezeket masterelni tudom, de a masterelés az már nem ad semmi olyat, ami nekünk kell. Igazából mi megvagyunk. Megvagyunk, köszönjük szépen. Hát mondjuk amúgy ez nem rossz. Mert ez is master. Allows assignment to any icon. Ez pont 6000-be kerül. Mondjuk ehelyett... Ehelyett kellene nekünk valami, tehát hogy ehelyett. És ehelyett akkor akár ez működőképes lehet, nem? Csak hogy legyen az áramososból is nekünk valami. Én ezt megveszem. Gyere ide a felhoz, upgrade-et is rányomjuk, és 5500 kell a masterhez. Ha ezt rezetelem, mennyit kapok vissza? Az a baj, hogy nem fogok annyit visszakapni. 450-et kapok vissza. Jó, nem baj, nem baj. 5500-öt össze kell gyűjtenünk, és akkor ezt be tudjuk majd tenni ehelyett. Ez jó sokba kerül amúgy. 6000-ért tudtuk volna ezt masterelni.
akkor se tudunk eljönni, de ugyanúgy drága minden. Jó, nem baj, gyűjtünk meg. Oké, okay. Bocsi. Várj, még van egy helyed, még szerintem egy helyem. Amint mire gondolsz? Ez itt így oké, okay. Max ezt cserélhetjük majd még ki, de akkor minden ilyen lassan töltődő. Ezt amúgy szeretjük. Ehelyett lesz majd az az áramos, ha azt kimasztereljük. Ez ugye oké. Okay. Ja, hogy iconra gondolt. Ja, jó, hát amikor bármikor vissza lehet szedni a izét, tehát amit most elköltöttem, azt visszaszedhetjük. Szóval nincsen probléma. Iconok közülre gondoltak. Jó, semmi baj. Nem, mondom, nem gond. Max resetelek, vagy mi visszaszedem a pontokat. Na lássuk. Edge of Infinity. Here's your key. Philosophy. Meg van mindenkinek az a szám, nem? Infinity. This is it, boy. Gondolom, Hirks. Gondolom. Akkor majd, amikor az meg lesz, ha meg lesz, akkor majd benyomjuk a újra tervezés gombot. Hatolj be a toronyba. Ez a feladatunk. Behatolok a toronyba. Miről írnek rosszat? Csak is muffin. I've come for you, Barnabas. A PS5-ről én meg csak jót tudok mondani. Na jó, nem, de összességében. Stay close. Ez egy csata. Ez egy csata. Főleg olyan játékkal játszol, ami kihasználja. Ez egy csata. Na jó. Nagy levegő. Eldobod a csinket és behatolsz. Az utolsó király. Olyan jó lennék ilyen címfelolvasónak. Szinkron stúdiók, hívjatok föl! Még rányomok még három üveg viszkit, meg nem tudom, három szivart, az kegyetlen jó ilyen címfelolvasó lennénk. Főleg némi izé equalizerrel a hangomon. Na mindegy. Bocsánat. Vannak az őrzők. Támadni akarnak. Megvan mind a kettő Xboxot, mert kb. Egy éve nem kapcsoltam be, nincsen még gond a PS5-en. Hát Martin narrációt a népnek. Most csak ennyit mondanék, hogy megmutatom, hogy hol van az én Xbox Series X-em. Figyelj! Itt a földön. Na, menjünk tovább.
Valami hasonlóan vagyok, én is biztos. Nem akarod kölcsön adni, és kivigyázok rá. Néha kiviszem a nappaliba, és ha olyan játék van, akkor forcázok, vagy ilyesmi. Vagy ebbe is van lemezolvasó, és lehet DVD nézésre használni. Nem ahogy a Game Pass miatt klassz, de néha megsétáltatom, így van. Sokkal hamarabb, sokkal, hogy mondjam, sokkal jobban kedvelem a PS5-öt valami miatt, és sokkal inkább, hogyha valamit lehet, arra szerzek be. A Game Pass-es cuccokat. Nyomom az Xboxon, ha olyan. Hát mióta végigvittem az Zeldát, pihen a Switch. Na, nekem az nincs is. Na, szerintem a fehér nemű osztályra megyünk föl. Úgyhogy mindenki kapaszkodjon a bugyjába. Háború közeleg! Bombasztikus bomba. Aha, több is. Megvárjuk, még ide jönnek. Meggyújtjuk őket. Semmi gond, élünk. Igazából a Hollow Knight 2-t szeretném még rajta végigjátszani, ha egyszer megjelenik egyáltalán, utána adom el. Mármint a Switch-e? De a Hollow Knight 2 az nem lesz a többi platformon is? De lesz, aha, oké. Okay. Legnagyobb tier PS Plus van, szerintem az Xboxot max a Stalker 2 véget fogom csak bekapcsolni. Láttátok, hogy milyen a Stalker 2-nek a Collector's Edition-je? Keressetek rá! Kedves Blizzard! Nem tudom abba hagyni, ne haragudjatok! Tudom, hogy megígértem, hogy nem bántam többet a Blizzardot a Diablo 4 Collector's miatt, de... Hosszú még ez az év. És túl sok jó Collector's jön. Gyönyörű a Stalker Collector's. Hát igen, akinek van PC-ja, az ottani Game Pass az nyilván ott használja. Stalker 2 megjelenik, azt majd meglátjuk. De én szorítok nekik. $62,000. Áú, megcsikizett. Jó. Onnan jöttem, ugye? Akkor arra. Amúgy akiknek nincsen olyan PC-jük, tökre megértem, ha mondjuk lesznek egyet-egyet a két konzolból. Szerintem az egy rohadt, még mindig jobban jössz ki, mint hogyha egy nagyon durva PC-t akarnál összerakni. Ezt már egy párszor beszélgettük, hogy egyszerűen olyan árak vannak, hogy PC-t építeni, hogyha nincsen mondjuk már eleve PC-d, amin csak fejleszgetni kell, vagy mit tudom én, tehát vagy munkára van egy MacBookod, vagy nem tudom, gyengébb laptopod,
és de szeretnél gamingelni, egyszerűen a két konzol még mindig, mit tudom én, most mondok, hogy félmillión belül vagy, tévével együtt félmillió, nem is félmillió, csak a videókártya. Alsó hangon. Jó, köszönjük a cuccot. És vannak undormányos fullen bugok. Jó, a Nord megvan. Az is megvan. Szép. Éreztem, hogy nem jó a timingom. Most kell. Nem most kell. Most. Úgy is van. Amit például én többek közt azért is sokkal jobban szeretem a PS-re választani a játékot, hogyha tehetem. Mert én nekem például ez a kontroller, ez sokkal jobban kézre áll. Tehát, hogy imádom ezt a kontrollert. Valakinek meg pont nem annyira kényelmes ez a kontroller, de ugye nekem van az Xboxból is az Elite 2 kontrollerem, sokkal jobban szeretem ezt, mint azt például. Pedig az is egy nagyon-nagyon jó kontroller. Ennek a kontrollernek egyetlen nagyon nagy hibája van, az aksi ideje. Csak hogy rosszat is mondjunk amúgy így a konstrukciókról, vagy hát amennyire rossz, tehát hogy azért elég gyorsan merül. Annak köszönhetően... Ice valami, annak köszönhetően, hogy mocorog ebbe a motor, szóval... Ja, elég gyorsan le tud merülni. De ha ezt jól tudod menedzselni, akkor tök jó. Na bocsánat, közben megyünk itt epikusan tovább. Gondolom újabb lift. If I were Barnabas, where would I be? Hát a legtetején. So I could look down on the world. Így van. Nagyon durva amúgy. A kérdés az, hogy amúgy vajon mennyire vagyunk over level itt. Így lassan. 44-es szint, vagy hanyas szinten? Jönnek a legények. Az a baj, pont elhasználtam a cuccomat. Yeah.
Hát mondjuk ők 36-osak. Én meg 44, akkor mondható az over level. Nem lesz gond a 44-el? Hát reméljük. Újabb ellenségek közelednek. Húha! Hello, fiúk! Sorba tessék felsorakozni, kösz! Nullát adott meg. Hát ez jó szar volt így. Kár volt ele. Így elpazarolna. Na, amúgy ezek rosszal halnak, viszonylag. Feltöltődött minden, mehetünk szépen tovább. Ez egy újabb lift lesz. Ha tippelnem kéne. Láttok valamit? Mert én semmit. Mármint, hogy a liften kívül fölfelé. Oh-oh. Ő még nem Barnabás. Svág, ez ilyen volt a God of War-ba is. Szia! Üdvözöllek a videójátékban. That's new. Szereted a tüzet? Nem? És a jeget? Au. Hát nem majd egy kicsit bunkó, hagyj kérdezzenek meg. Ő barna bástya. Ez jó volt. What was that thing? Hopefully there aren't any more. Ez egy aggastyán volt. Ezt úgy hívtuk a God of War-ba. De kapta. Jó lett a buildünk szerintem, meg hát nyilván egy kicsit erősebbek vagyunk, mint 36. Oh, wow. Amúgy erről meg a Harry Potter játék jut eszembe, ami nem Harry Potter, hanem Hogwarts Legacy. De ugye ott voltak ezek a... Chamberok, amik így néztek ki, vagy ilyesmi feelingje volt.
amúgy az is de jó kis játék volt. Így nélkül. Most milyen rohadt jó megint a zene. Vagy még mindig. Ez egy látható? Mesmerize. Hogy mi van? Increases mesmerize will damage by 10%. És mi mit használunk? Mi Diamond Dustot használunk. Ahhoz van valamink? Szerintem nincs. Nagyon úgy tűnik, hogy nincs. Oké. Semmi baj. Semmi baj. Elég OP. Kéne még azt túl buffolni, nem? Na nézzük ezt az ajtót. Hello, csókolom, van itthon valaki? Egy bizonyos Barnabást keresek. Nem? Akkor legyen kedves az emeletre.